A nemrég betakarított kalászos tarlókon a gyomok, köztük a parlagfű nagy mértékben és gyorsan fejlődik a csapadékos időjárás miatt. A megyében minden évben a levegőből is figyelik a fertőzött területeket, ami igen eredményesnek számít. Idén a jövő héten lesz az első ilyen felderítés, ami előtt a gazdáknak érdemes bizonyos munkákat elvégezniük. Ilyen például a tarlóhántás, amely a nyáron betakarított növények tarlóján végzett sekély körülbelül 10 cm-es talajmunka. Ebben az időszakban a legnagyobb probléma, hogy az elmaradt tarlóhántások és az elmaradt munkák miatt a tarlókon nagyon gyorsan kezd el virágbimbós állapotba kerülni, illetve virágozni a parlagfű. Szakmailag, gazdaságilag minden értelemben fontos a tarlóknak a elmunkálása, növényvédelmi szempontból azért, hogy a gyomirtást is eszközlünk vele, egyéb iránt a talajnak a víz háztartását nagyon jól tudjuk befolyásolni. A tapasztalatok szerint a kukorica és a napraforgó tábla szélein van még sok parlagfű. A mesdjéken, önkormányzati utakon, ugaroltatott területeken, zárt kertekben is el kell végezni a kaszálást, gyomirtást. Ebben az évben elég sok csapadékot kaptunk. A magas csapadékszint miatt a parlagfű is kedvezően fejlődött. Jellemzően most még virágbimbós állapotban, vagy azt megelező fenológiai állapotban van a parlagfű, tehát most még nincs tömeges pollenszóródás. Ez a párás esős idő azt is jelenti, hogy a sok csapadék ki is mossa a levegőből a pollent, de várható a jövő héttől, már várható, hogy megemelkedik a pollen koncentráció, ezért kérnénk minden földtulajdonost, minden gazdálkodott gazdát, hogy fokozottan figyeljen erre a problémára, és ha a tábláknak a szélein látják, hogy probléma van, akkor ott mechanikusan is próbálják meg eltávolítani. A felderítés során a légi jármű a megye teljes területét berepüli egy útvonalterv alapján. A felderítést végző földhivatali mezőgazdász és növényvédelmi felügyelő a parlagfüves területeket beméri, jegyzőkönyvezi, lefotózza. Ezek a dokumentumok a későbbi eljárás lefolytatásához szükségesek. A nem megfelelően gyomírtott kukorica, napraforgó, dinnye, burgonya táblákban található foltokat, tábla széleket is jegyzőkönyvezik. A gazdálkodó kötelessége a vonatkozó törvény alapján az ilyen fertőzött részeken az egészségkárosító allergén növény kiírtása. Az eljárás megindítását követően a felvett terület nagyságától függően 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedő növényvédelmi bírságot lehet kiróni, amelyet a földhasználónak vagy tulajdonosnak kell kifizetnie.